Vagyunk a dr. Török Béla általános iskolának a kertjében, ahol már évek óta a tanárok, a tantestület, illetve a különböző osztályoknak a segítségével egy tankert, egy iskolakert kialakítása zajlik, amelyhez most mi is hozzáteszünk egy picikét. A Borhi Bernadettnek a kertészetéből hoztunk nagyon szép virágokat, haszonnövényeket, illetve dísznövényeket. Igyekeztünk olyan növényeket hozni, amelyek a gyerekek, hogyha lejönnek akár nyári szünetben, akár óraközi szünetben, akár iskolai tevékenység után, akkor ők maguk is hozzá tudnak nyúlni. Nagyon fontos a tankerteknél az, hogy elsősorban olyan növényeket ültessünk bele, amelyek az otthoni kertben is, vagy akár kint a magyar természetben, a természetes flórában is megtalálhatók, tehát mindenképpen ismerős növényekkel találkozzanak itt a gyerekek, és ezekhez aktívan hozzá tudjanak nyúlni. Tehát semmiképpen nem egy ilyen passzív bemutató kertre van szükség az ilyen tankertekben, az ilyen iskolakertekben, hanem elsősorban arra, hogy a gyerekek is részt tudjanak venni az ültetésben, ők is örömüket lejjék ebben ennek a kertnek a gondozásában, és aztán később felnőttként ők is értékes és szép kerteket tudjanak alkotni.